Március óta folyamatosan lopott a helyi férfi fegyverneken. Több alkalommal az élettársa segített neki, de egyedül is aktív volt. Nem nevezhető, válogatósnak a gyanúsított, hiszen a pénztárcától kezdve a rolleron és a kerékpáron keresztül a különböző elektronikai felszerelésekig mindent vitt. Főleg ingatlanokba tört be, de volt, hogy nyitott autókban hagyott táska csalogatta. Az általa okozott kár meghaladja az 1 millió forintot. A rendőrök a 24 éves férfit egy gyermekroller és egy elektromos kerékpár ellopása után fogták el, majd az ügyek egyesítését követően 10 rendbeli lopás és 4 rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását.